Múlt hét pénteken lemondott főigazgatói megbízásáról a többcélú oktatási és nevelési intézmény vezetője. Lemondását információink szerint nem indokolta, de vélhetően az a pénzügyi probléma állhat az ügy hátterében, mely a múlt héten látott napvilágot. Meg tudom erősíteni ezt a hírt, amit feltett nekem, amit már a városban is lehet hallani. Valóban a lemondását beadta igazgatóasszony. Indokolni nem indokolta azt a helyzetet, hogy miért élt ezzel a lehetőséggel. Az intézményeket gazdasági szempontból felügyelő GESZ vezetője a napokban arról tájékoztatta levélben a város önkormányzatát, hogy a püspökladányi általános iskola és speciális szakiskola alapfokú művészetoktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálatnál július 28. napjával 31 millió forint a kifizetetlen szállítói számla mennyisége, s emellett korábbi évekről még egy 11 és egy 19 millió forint értékű gázszámlával is tartoznak a szolgáltató felé, összes mintegy 62 millió forint értékben. Televíziónk hétfőn reggel felvette a kapcsolatot a gazdasági ellátó szervezet vezetőjével, aki megerősítette a hír pénzügyi oldalát. A többcélú oktatási intézmény költségvetése gyakorlatilag, mivel egy összetett intézményről beszélünk, eléggé bonyolult rendszer. Maga az a tény, hogy a gázszolgáltatásokra vonatkozóan későbbiek folyamán egy év tolódással kapta meg a számláit, ez egy olyan felborított költségvetési rendet képezett, ami miatt készíteni kellett egy ütemtervet. Az ütemtervet gyakorlatilag mi a bent lévő adatok alapján készítettük el, amiben nem szerepeltek azok a számlatartozások, amelyeket az intézmény a mai napig nem bocsájtott rendelkezésünkre. Emiatt gyakorlatilag úgy mondom, hogy hamis adatokon alapuló előirányzat felhasználási tervet, vagyis fizetési ütemtervet készítettünk el, melyet az önkormányzat fele a csütörtöki nap folyamán gyakorlatilag tájékoztatásul odaadtunk. Ez azt a helyzetet jelenti gyakorlatilag, hogy a mindaddig, ameddig a többcélú oktatási intézményből az adatszolgáltatás az intézményembe a gazdasági ellátó szervezethez be nem érkezik, addig gyakorlatilag minden egyes adatszolgáltatás nem a valóságnak megfelelő képet fogja tükrözni. Az adatszolgáltatás az intézményre nézve kötelező, 24 órán belül a számláknak itt kellene lennie. Nem tudom, hogy miért nem jutottak ide a mai napig sem. Állítólag a megérkezett gázszámlák több hete megérkeztek, a több hét alatt a mai napig nincs ide bent mind. Tehát a jelenleg a nyilvántartásunkban töredéke szerepel csak annak a gáztartozásnak, ami jelen pillanatban. A vélelmezett beszédben elmondottak alapján az intézménynél még meglehető. Amit az oktatási intézmény a rendelkezésünkre adott számlatartozást, az jelen pillanatban most június 30-ai zárással 22 millió forint a szállítói számlatartozása. Viszont ebben még mindig nincsenek benne azok a számlák, amelyek az intézménynél még jelen pillanatban is kint vannak. Pusztainé Nátház Ibolya azt is elmondta televíziónknak, hogy a számlatartozás mellett az intézmény időarányosan több finanszírozást kért az önkormányzattól, ennek összege meghaladja a 15 millió forintot. A számlatartozás végösszege pedig még mindig tisztázatlan, csak azt lehet biztosan tudni, hogy nagy. Igen, gyakorlatilag azért mondom, hogy vélelmezett számlatartozás, mert nem tudom pontosan, hogy mennyi annak a számlának az összege, ami az intézményben megtalálható. Ugyanis kérdezésünkre a gazdasági koordinátor először 3 millió 300 ezer forintról beszélt, aztán miután döbbenten néztük, és nem tudtuk, hogy hol vannak a gázszámlák, hiszen a nyilvántartásunkban nem szerepelt mind, akkor újbóli megkeresésünkre a mellette lévő dolgozó először 16 millió forintról, utána 11 millió forintról, későbbiek folyamán 8 millió forintról tájékoztatott bennünket, és ezért mondom, hogy nem tudom pontosan, hogy a 3 millió 300 ezer forint, illetve a 8, 11, 16 millió forint, az vajon milyen összetételben szereplő gázszámlatartozás biztos, hogy kell, hogy benne legyen, nem tudom, hogy mennyi a gázszámlatartozás pontosan, de nem tudom azt sem, hogy egyéb tartozások gyakorlatilag hogyan alakultak a többcélú oktatási intézményben, erre akkor tudnék válaszolni, hogyha a számla mennyiség beérkezne. Mikor én ezt
felfedeztem, úgy mondom inkább, akkor azonnal értesítettem a főigazgatóasszonyt szóban és írásban. Szóban a képviselőtestületi ülés előtt gyakorlatilag mondtam neki, hogy nincsenek kint az intézményemben a számlák, legyenek szívesek kiküldeni. Írásbeli tájékoztatásomat átvették ugyan, de semmiféle számla mennyiség nem érkezett be a mai napig sem az intézménytől. Újbóli megkeresésemet viszont már levélként át sem vették. Semmi más nem nézünk, csak azt, hogy mennyi a számlatartozás, és mennyi a túlfinanszírozás, valamint még az a számlamennyiség, ugye, ami az intézménynél kint megtalálható. Hát ahogy gondolom, én úgy gondolom, hogy olyan 60 millió forintnyi körüli összeg lehet igazából, amit ki kell gazdálkodni a többcélú oktatási intézménynek ahhoz, hogy az év végéig a költségvetési jelenlegi keretét tudja tartani. Az önkormányzat részéről megkérdeztük a leginkább illetékes pénzügyi bizottság elnökét, miként érinti a város költségvetését az úgy tűnik megbillent költségvetésű intézmény finanszírozási hiánya, hiszen ezt az összeget vagy ennek nagy részét az önkormányzatnak kell odaadni annak érdekében, hogy az intézmény működőképes maradjon. Sajnálattal vettük ezt tudomásul, hogy az egyik intézményünknél hónapokra visszamenőleg túlfinanszírozás mutatkozik. Amikor a 2012-es költségvetést állítottuk össze, akkor abban döntött a képviselőtestület február végén, amikor ezt nyilvánosságra hoztuk, és több csatornán keresztül folyt az egyeztetés, és elfogadásra került a végleges formája, hogy folyamatos egyeztetés fog folyni ugyanúgy az önkormányzat pénzügyi irodája és az intézmények vezetői közt. A 2012-es költségvetésben is olyan visszalépéseket kellett tenni, amit ők teljes felelősségükkel vállaltak, és ígéretet tettek arra, hogy tudják tartani az ő saját költségvetésüket is, és ugyanígy tehát ezzel a város költségvetését is, tehát hajlandóak arra, hogy egy folyamatos kontrollt biztosítsanak tulajdonképpen kölcsönösen az intézmények az önkormányzat felé, és a pénzügyi iroda is egy folyamatos ellenőrzésben tudja itt tartani az intézményeit. Itt megborult az az egyensúly, amire mi számítottunk. Szabó Attiláné, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke televíziónknak elmondta, a város más intézményeinél nem mutatkozik komolyabb költségvetési probléma, ám a város egész éves költségvetését megboríthatja a többcélú intézmény napvilágra került közel 62 millió forintnyi hiánya. Érzékeltetésképpen pedig, hogy milyen tetemes összegről van szó, a GESZ számításai szerint a város valamennyi intézménye után éppen a múlt héten kapott 67 millió forint önhiki támogatást Püspökladány, közel akkora összeget, mint a most felszínre került intézményi hiány. Ha ennek nem lesz meg a forrása, tehát nem tudjuk ezt időben visszatölteni, akkor boríthatja az egész város költségvetését. És hát az intézményeknek, amint már mondtam is, hogy egy folyamatos adatszolgáltatással kell élniük az önkormányzat felé, tehát ezt meg kell, hogy tegyék. Itt most amik tények, én csak azt tudom elmondani, hogy 2010-11-es kifizetetlen gázszámlák érkeztek még be, ami hát úgy gondolom, hogy az elmúlt évekről visszamaradva súlyos következményekkel járnak a 2012-es költségvetési évünkre. Kovács Krisztina, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke, a Petőfi iskola pedagógusa azt mondja, nem is sejtették, hogy baj van az intézményben, az pedig végképp nem, hogy lassan fizetésképtelenné válik. A 2012-es költségvetés is ugyanúgy készült, mint eddig. Az intézmények elkészítették a saját költségvetésüket, és ez alapján az önkormányzat odaadta az idén, még külön odafigyelve arra, hogy a dologi kiadások, a tényleges működési kiadások be legyenek tervezve az intézmények költségvetésében. Ez így történt a többcélú nevelési oktatási intézménynél is. Megkapta a többcélú intézmény is ezeket a pénzeszközöket, és ennek a gazdálkodása természetesen mindig annak a személynek a feladata, aki aláírja ennek a költségvetésnek a teljesítését. Jelen esetben a főigazgatóasszony volt az, aki elfogadta ezt a költségvetést, és aláírásával nyugtázta, hogy ki tud jönni ebből a költségvetésből. Most úgy tűnik, hogy elég viharosan és gyorsan jöttek főleg az energiaszámlák, ami
ami a, úgy gondolom, hogy a fogyasztó vagy szolgáltató váltásokkal, mert kétszer is szolgáltatót váltott az intézmény, a számlái később vagy másfél év után érkeznek, és a többi gazdálkodási hiányosság is most csúcsosodott ki annyira, hogy oly sok mínuszt halmazott föl, gyakorlatilag veszélyezteti az intézménynek a költségvetését. Ezzel egy időben természetesen a városi költségvetést is. Most jelenleg tanácstalanul állok, mint képviselő is, meg mint oktatási bizottság elnöke is, hogy honnan lehet majd ezt a hiányt úgy kigazdálkodni, hogy működőképes maradjon az, természetesen a több célú is, és az önkormányzat se szenvedjen maradandó károsodást. Domb Imréné polgármester televíziónknak elmondta, az iskola valamennyi dolgozóját szeretné megnyugtatni, mert az önkormányzat segít a bajba került intézményen. Rendkívüli ülés keretében születhet döntés arról, hogy a hiányzó több 10 millió forintot átutalja a több célú oktatási intézmény számlájára. Én mindenkit szeretnék megnyugtatni, mint ahogy többször elmondtuk már a testületi üléseken is, illetve többször jártam kint az intézményekben is, az oktatási intézményekben. Tehát az önkormányzatnak az a feladata, hogy amennyiben egy intézmény anyagi problémákkal küzd, akkor az önkormányzat ott álljon a háta mögött az intézménynek, és tegyen meg minden olyan fajta intézkedést, ami lehetővé teszi a működését. Tehát úgymond meg kell fogni az intézményeinknek a kezét, és segítőjobbot kell nyújtani. Természetesen ebben az esetben is ez fog történni a több célú intézménnyel, úgyhogy ezúton szeretnék minden kedves kollégát megnyugtatni, hogy itt a kollégák a polgármesteri hivatalban már azon dolgoznak, hogy hogyan tudjuk ezeket a pénzeszközöket úgy átcsoportosítani, hogy a több célú intézmény az továbbra is ugyanolyan jó színvonalon működjön, mint ahogy eddig működött. Mikor kiderült ez, hogy a több célú intézményben milyen többlet kötelezettségvállalások történtek, amire nem biztosított a fedezet. Ezzel kapcsolatban kellett, hogy tárgyaljak a tagintézmény vezetőkkel, illetve főigazgatóasszonnyal. Természetesen ez az összeg, én úgy gondolom, hogy egy része kigazdálkodható, de így az első becslések szerint nagyon úgy néz ki, hogy az önkormányzatnak plusz forrásokat kell beraknia az intézmény működésébe. Most folynak azok a fajta számítások, tehát most is itt vannak még a kollégák, tehát egyeztetünk, hogy mik azok a számlák, tehát mikből tevődnek össze ezek a kötelezettségvállalások, hiszen ezeket ki kell fizetni. Nagyon sok 30 napon túli tartozása van az intézménynek. Én azt gondolom, hogy itt olyan számlatartozások is fennállnak, amik 2011-et érinti, tehát első körben ugye azokat kell rendezni, illetve a múlt hét szerdán már az első olyan fajta számlatömeg elment az intézményből az önkormányzat támogatásával, ami lehetővé teszi azt, hogy tovább tudjon működni az intézmény. Természetesen szerettük volna megkérdezni a témában a lemondott főigazgató asszonyt is, de nem kívánt nyilatkozni.